És hát az előzőekhez képest kaptatok egy kis ronda képernyőképet, nyilván nem az a része érdekes, ami most ott látszik, hanem inkább az, hogy most már majdnem úgy látom, hogy majdnem az egész látszik, a legalsó sor úgy tűnik, egy picit le van maradva, úgyhogy... Nem, ő már maga részéről lerakta, úgyhogy kicsit kisebbre venném, akkor... Így most jó, most az a kérdés, hogy látja-e hátul mindenki, hogy el lehet-e olvasni. Látni, látod, elolvasni nem tudod. Na, a lényeg megvan. Na jó, oké, szóval mondom, a jelenlegi információ, amit látszik, az nem érdekes. Inkább csak azért akarom, hogy végigmennék itt egy ilyen virtuális diszkezelési procedúrán, hogy mégis, hogy körülbelül mire kell számítani. Ugyebár említettem azt, hogy ha van a gépben elég risk, akkor nem gond, tehát ebben a gépben laptop lévén nem annyira van elég risk. Tehát kezdem pont azzal, hogy csinálok virtuális diszkeket. Mi volt ez? DD-vel elő kell állítani egy méretesebb fájlt, és utána low setup-kal fel kell konfigurálni. No szóval, ott vagyok egyébként, de mindegy, DD. Mit mondtam, a perdef per zero az azért jó, mert a végtelenségig lehet belőle olvasni. Output fájlként azt mondom, hogy F0, block size 1 megabyte, count egyenlő 10. Ez azt eredményezi, hogy elméletileg egy villám gyors művelettel csináltam egy 10 megás fájlt, akit F0-nak fognak hívni. Lukkadjál meg, azt hittem, hogy lenyomtam a shiftet. 10 beolvasott rekord, 10 kiírt rekord, blablabla. LS-LH, mi volt? F0. Ha valaki nem látná, szerinte is 10 mega. Itt az abszolút nem standard, a Linuxban nagyon elterjedte használt A opció, a Human Readable Format opció, magyarul, ne ne kelljen már kisakkozni, hogy ez a 13 számjegy, az mégis nagyságrendileg mennyi. Jó, csinálok egy másik ugyanilyet. Nyilvánvalóan nagy meglepetés, valószínűleg senkit nem fog érni. Itt a két diszk. Pontosabban itt az a két fájl, amiből majd diszket csinálok, amivel ezt az egész macerát végigjátszom. Na tehát. Ez már sajnos nem megy rootjog nélkül, tehát sudo, low setup, F opcióval mondom meg, hogy ebből az F0-ból szeretnék valamit, és jobb hiány azt mondom neki, hogy látni szeretném, hogy ki lesz az az eszköz, akit ő így létrehoz. Mint látható, közli velem, hogy az a perdef per loop eszközt hozta létre az F0 file diszkként való kezeléséhez. Na most ez nem minden disztribúcióban van így, van ahol a mínusz V hatására sem írja ki. Úgyhogy ebbe sajnos belefutottam egyébként itt, amikor készítettem a virtuális gépeket. Egyébként paraméterként meg is mondhatnám neki, hogy én a loop 1-et szeretném erre használni. Nyilván most nem az F0-t, hanem az F1-et akarom. Fokkadj meg, kell, mi kell neked? Ja, bocs, akkor nem kell az F opció. Bocsánat. File és eszköz, akkor fordított paraméterezés. Kell nekem elbonyolítani azt, amit egyszer már jól leírtam. Loop device file. Oké, innentől elvileg van egy F0-as és egy F1-es fájlom. Loop 0 és loop 1 eszközként látszódnak. Egyéb iránt, ha azt mondom, hogy low setup. Sudo volt az előbb? Akkor jó. Abban az esetben ki is tudja nekem ezt a hihetetlen bonyolult információt köpni, hogy loopnél nullaként a F0-át és loop 1-ként az F1-et érem el. Na jó. Akkor ez megvan, ez volt az előkészítés első menete. Van tehát két diszkem. Kezdjük el ezt a diszket LVM diszként használni. Mi volt az első lépés?
F-diszk. Hát akkor, hogy mindenki legyen tőle boldog. Szerintem a hiba üzenet magáért beszél. Hát ugye ott egy olyan diszk, ami csupa nullákkal van teleírva, megdöbbentő módon szerint ez így nem jó. Na most, Emma Sugó, többek között ez az egyike annak, amitől én a hajam égnek áll, hogy miért pont el, de mindegy, nyilván nem érdekel. Én tudom, hogy a C az nem a create, mert a create az az, hogy new partition, tehát csinálok egy új partíciót. Partíció tábla típusa milyen? Ez ugyebár egy primary partíció lesz. Mi legyen a partíció azonosítója? Kit érdekel? Jó, nekem az egy. Hol kezdődjön, kit érdekel? Hol végződjön a végén? Hál' Istennek ez a default. Úgyhogy, ha nehezen is, de eljutottunk idáig. Előállt a perdef per loop nulla eszközön. Itt éppen nem úgy hívják, hogy diszk neve és 1-2-3 név, hanem diszk neve és partíció 1-2-3 név, tehát előállt ugye a loop 0 P1-es partíció, ekkora, amekkora, itt ez az az oszlop, ami ugye egy picit fájdalmas így elsőre, az a type rövidítése, azaz az azonosító oszlop, ez ugye, ha emlékszel rá, úgy hangzott el, hogy amennyiben fájrendszer, akkor az hexa 83, de nekem ugye LVM kell. Tehát ugye ennek a partíciónak szeretném a típusát átállítani. Mondván, hogy nincs más, hála jó Istennek nem bonyolítja túl a dolgot, egyébként ki kéne választanom, hogy melyik partíciót akarom átállítani, és most kéne bemondanom fejből annak a nyomorult LVM-nek az azonosítóját, amit, mint említettem, én nem tudok fejből, úgyhogy ki kell keresgélnem. Ha valaki megtalálja útközben, nyugodtan szóljon. 8-8... Linux kiterjesztett, az nem, az 8E, itt vagyunk, 4. Tehát azt mondom, hogy az a bizonyos egyes számú partíció, az 8E típusú. Látszólag még mindig elég jól állunk. Az van beállítva, hogy van ezen a diszk eszközön egy partíció, ekkora a teljes diszket lefedi, és egyébként LVM használatra kész. Túl sok dolgom nincs, write parancssal kiírtam és kiléptem. Na most tök ugyanezt ugye meg kell csinálni a másikkal. Azaz, ugyanúgy csinálok egy új partíciót, változatlanul elsődleges, változatlan az első, ott kezdődik, odáig tart, típust kell átállítani, mi volt 8E, és ha minden igaz, akkor tök ugyanaz Pepitával. Ez azért így nem igaz, valakinek feltűnt, az eleje nem pont ugyanott volt, az egy előző disknél 63-as címtől, itt meg valamiért 2048-as címtől akarja. Így van, az előbb volt egy compatibility flag, ami ugye elvileg arra jó, hogyha esetleg nem Linux, hanem egyéb oprendszerekkel kompatibilis módon akarod használni, akkor belefér. Elképzelhető, letörölném, újra megcsinálnám valószínűleg. Itt is visszaállna ugyanarra. Különösebb jelentősége nincs, most ugye egy-két blokkot elpazaroltam ezzel. De egyébként többé-kevésbé ugyanúgy néz ki. Van tehát egy loop 0 P1 meg egy loop 1 P1 partíció, akik LVM használatra elő vannak készítve. Ezt is kiírom, hogy tényleg elő legyen. Na és akkor ugye ugorhatunk. Hogy néz ki? PV-create-tel előkészítem, fölrakom rá az LVM információkat. Sejthetően sudo PV-create perdef per loop 0 partíció 1. Ha jól tudnék gépelni, ez sokat segítene. Nézzük meg a másikat, hát ha jobban szereti. Nem szereti. Én viszont tudom, hogy mit szeret. Azaz, ez csak úgy mellékesen jegyzem meg, valódi diszken persze így kell. Ezen a nyomoronc virtuális diszken viszont valamiért megbolondul a virtuális diszk virtuális partíciójától, az tökéletesen jó neki az, hogy nem partíciálom a francba, odaadom az egészet úgy, ahogy van.
Ebben nyilván a vetített anyagban nem akartam belemenni, meg ezt mind részletesen leírni, szóval itt épp tök fölösleges volt az előző F-disk, de attól még valódi diszken persze így kell beleírni. Na tehát, loop 0 kész, nyilván ugyanúgy megcsinálható, loop 1 is kész. Biztos, display, loop 0. Ja, hát persze, természetesen. Mit mond? Mond valamit. Mit emlegettem? Azt mondtam, hogy a PV display, VG display, LV display parancsokkal különböző jellemzőket le lehet kérdezni. Többek között emlegettem, hogy például időnként nagyon jó jön az a bizonyos extent. Azt nem mondtam, hogy azt az extentet, amit a fizikai köteten érsz el, azt úgy hívja, hogy physical extent, tornaóra, ugye? Azaz a TE ezeknek a bizonyos extenteknek a táblázatban a neve. Majd amikor te logikai kötetet csinálsz, akkor már logikai extentről beszélünk. Ennek gyakorlati jelentőségével valószínűleg az életben nem fogsz találkozni. Arra jó, hogy lehet olyat csinálni, hogy egy logikai extent nem egyetlen fizikai extent, hanem kettő, vagy három, négy, öt, tudom én mennyi. Lefordítaná valaki, hogy mit csinálok ilyenkor? Az adatot ráírom egy logikai extentre, ami mögött kettő, vagy három, vagy négy fizikai extenten tárolódik ugyanaz az adat. Magyarul mirrorozok. Tehát ezért kell egyébként megkülönböztetni a logikai és fizikai extentet, mert mirrorozás esetén itt már van lényeges különbség. És ezért nem különböztettem meg ugye a slideshow közben, mert ameddig nem kezdesz el tükrözésbe LVM szintjén, addig nem érdekes számodra. Vannak emberek, akik szerint ne akarjál LVM-mel tükrözni, mert nem biztos, hogy jót tesz az egészségnek. Maradjunk annyiban, hogy mivel ugye lesz itt majd szó a RAID eszközről, ha tükrözni akarsz, akkor tükrözi azzal pont. Elvileg még egyszer mondom, LVM is lehet, én itt most nem fogom. No tehát, gyakorlatilag persze ugyanígy lekérdezhető, láthatóan ugyanaz a jellemzője. Van nekünk két darab fizikai kötetünk, amivel van egy kis gond, allocatable no, mondja ő. Vajon mi lehet a baja? Mi nem tudom elhasználni a rajta levő diszterületeket? Mert nem tetted be kötet csoportba, már pedig ugye itt a lépés úgy hangzik. Előbb fizikai kötetet, aztán kötet csoportot, és majd csak a kötet csoportból fogok tudni már. Immár logikai extenteket elvenni, és abból ugye diszterületeket létrehozni. Azaz, kénytelen, kelletlen, mégiscsak folytatnom kell azzal, hogy sudo vg create. Ezt hogy sikerült előállítani, ezt nem tudom. Sudo vg i, aztán vg 1, és ugyebár a perdef per loop 0, és a perdef per loop 1. És hogy végre egyszer mutassak egy értelmes használatát a Joker karakterek használatának, hát írjuk így. Kizárólag csak azért nem úgy írom, hogy kérdőjel, mert egyébként azt akartam, mert gőzöm nincs, hogy nincsen véletlenül valahonnan a francból más által valamiért létrehozott per def per loop valamilyen eszköz. Abban a def könyvtárban. Nyilván előtte listáztam volna, akkor az látszódna, most egyelőre maradjunk ennyiben. Na most akkor azért már megnézem azokat a loopokat. Ugye, hogy milyen jó ötlet volt, hogy nem kérdőjelet raktam oda? Na szóval, tudtam egyébként, hogy vannak, arra nem emlékeztem, hogy ilyen sokan, de mindegy. Na szóval, mit csináltam? Abszolút alapparaméterekkel inicializáltam a két diszket, és inicializáltam ebből egy virtuális diszket. Térjünk már vissza arra a szerencsétlen PV display-re. Érdekes módon már is allokálható rajta. Másikon. Azon is allokálható.
ennyivel azért jobb a helyzet, mint az eddigiek során. Na most, és mellékesen az is látszik, hogy ha nem mondok semmit, akkor az extent méretbe állt PE size 4 megabájtra. Ezt egyébként, mint mondtam, a VG Create-nél tudtam volna utoljára megváltoztatni. Jól emlékszem, egy kises opció, size. Oké, megvan a virtuális diszkem, lehet particionálni. Tehát, sudo lv create. Mit mondtam? Egy paraméter muszáj, hogy melyik diszket szabdalom. Ő volt ugye a perdef per vg1. Vagy mi volt a neve? Vg1. Második paraméter, nagyon melegen javasolt megadni. Méret. Na most, az egyszerűség kedvéért csinálunk minusz L3-at. Ez mit fog csinálni? Extend darabszámban, azt mondom, hogy három darab extendből, tehát egy kemény 12 megabájtos partíciót. És ugye megadhattam, hogy hogy szeretném hívni, minusz name, első. Túl nem bonyolította a dolgot, ls minusz l per def per vg1, adjunk egy alt, hogy ne legyen vágon. Hát az látszik, hogy van egy per def per volume group neve per első, mondjuk az, hogy ez miért simlink egy valamire, az a kutyát nem érdekli, illetve akit érdekel, annak majd el tudom magyarázni, amikor végeztünk. De mit mondtam, hogy ez egyébként elérhető a per def per mapperben, volume group neve, kötőjel, logikai kötet neve formában. Jaj, de nagyon jó, ugye jól látod, hogy ugyanoda hivatkozik. A per def per vg1 belly file is a fölötte levő, meg a per def per mapperben levő file is a fölötte levő könyvtárban, vagy a per dev belly, dm kötőjel 1 nevű izére hivatkozik. Ez a dm kötőjel 1, ennek a device mappernek valami generikus file neve. Kit érdekel? Természetesen, ha ennél jobban érdekel, akkor megnézhetjük éppen, hogy hogy állunk. Annyi látszik, hogy van egy DN0, nem tudjuk kié, 12.31-kor jött létre, meg van itt ez a 15.36-kor létrehozott DN1. Hát ez utóbbi elég egyértelmű az, amit én csináltam. A DN0 az egyébként az, hogy a telepítésnél én azt választottam, hogy titkosított swappet akarok, és ezt ő úgy szintén ezen a device mapper interfészen keresztül hozza létre, és ő a DN0. De technikailag ugye az itt most a LVM szintjén nem számít. És eljutottunk a végére. Van egy diszkem, úgy hívják, hogy per def per vg1 per első, vagy per def per mapper per vg1 kötőjel első, mindegy. Ezt a diszket használhatom ugyanúgy, mint egy átlag diszk átlag partícióját. Tehát minden további nélkül mondhatom azt, hogy sudo makefs.ext 3 per def per vg1 per első. Sok minden nem látszott, illetve valószínűleg kevesek tudták elolvasni, hogy mi látszott. Létrehozott egy file rendszer, amely file rendszer természetesen is föl is tudom már mountolni. Köszi. Föl van mountolva. Mount kimenet legalján a sok-sok-sok szemét közben ott van a felmountolt file rendszer, felrementént megnézem, semmit nem látok, valamitől lett rajta egy loss plusz found, mivel én eddig nem nyúltam hozzá, nyugodtan hidd el, ezt a makefs csinálja. Na most, mi a baj? Az Peremente könyvtár jogai, mi látszik?
A Rootnak van rá írás, a senki másnak nincs. Természetesen, mivel sudo nélkül csináltam, természetesen ez sem működik. Nyilván megfelelő környezetben ez ugye egy megfelelő change mode parancsol, ugye javítandó. Oké, csináltam egy fájt. Ezek után sudo umount felder per vg1 per első. Ezzel ugye az a baj, hogy pont azt mondtam, hogy a mount könyvtárat szokták megadni, az más kérdés, hogy szó nélkül elfogadja így is. Na most, lv create minusz nagy l 5. Mit mondtam? 5 megabájtos partíciót szeretnék, 4 megabájtos extensekkel, ugye ez helyből jól néz ki. Ezt szeretném még mindig a per def per vg1-ben. Sudo. Végre a többi ezt talán stimmel. Insufficient free extent. Miért is? Két darab 10 megásat csináltam, és az előbb elhasználtam 12-t. Amivel azért van egy kis gond, akkor még pont 2 éppen maradhatna. Mi lehet a probléma? Az, hogy két 8-adás csak létre a méretetnél. Illetve 4 megás volt a... Tehát kétszer még megállni tudok létrehozni a 10-es területen. Összesen azt húztuk össze, az csak 16. Elhasználtuk 12-t, tehát 4 maradt összesen. Két 10 gig... 10 megás fájlból indultam ki. Összesen 8-at tudunk használni, ugye, mert 4 megásak a... Na szóval, ugye 10 megás a diszk, azon 4 megás extens, az bármilyen kínos, az a két extensi terület az ott áll a fölöslegbe. Azaz, ugye elhasználtam belőle 3-at, 2-t innen, 1-et amonnan, és maradt 1. Mint ahogy azt ő jelzi is. Azaz, nyilvánvalóan ez itt most nem megy. Nem baj, nem ezt akartam igazából bemutatni, hanem azt, hogy azért ő mit fog csinálni. Megdöbbentő módon még ki is írja, hogy mivel te megában adtad a méretet, ő viszont csak extent határon tud méretezni, ezért természetszerűleg ugye kerekítenie kell, tehát hiába kértem egy megásat, hogy kicsit nagyobbat csinál. Azaz, nyilvánvalóan az egyik, ugye jól látszik, hogy ilyen picike méreteknél azért az extent méret alapértelmezett 4 megája az nem biztos, hogy olyan marha jól esik, mert elég komoly területet elveszítek. Két fél extentet feszítettem azzal, hogy kellően picike a diszk. Nyilván a mai terabájtos diszkeknél ez annyira nem osz, nem szoroz. Valaki utána néz a manuálban, azt hiszem 1 kilobájt a legkisebb extent méret, amit be lehet állítani. Tehát nagyon muszáj lenne, akkor azért lehetne egy kicsit finomabban játszani a dolgokkal. Van nekem ugye most egy másik logikai kötetem, vg display vg1. Na. Mit látok? LVM2-es típusú, van neki két darab metaadat struktúrája, írható, olvasható, átméretezhető, max LV, már nincsen. Ő ugye teljes egészében 16 megabájt, mert én ugye hiába szerettem volna 20 megát elhasználni, sajnos elpazaroltam. És ugye használatban van, szabadon van 0, el van használva az összes. Miért van elhasználva? Az egyiket lefoglalta az egyes, első névre hallgató logikai kötet. Hiába nincs fölmontolva, azt azért ugye hozzárendeltük már. A másikat elfoglalta ezt a, még csak fájrendszert sem raktam rá, de attól már ugye logikai kötetként létrehozott. Következő elról nulla névre hallgató, ugye itt a tetején látszik. Logikai kötet.
Kivételesen volt értelme, bár nem hiszem, hogy sokan láttátok, az előző parancshoz annyit módosítottam, hogy megkapott egy verbose flaget, és ebben az esetben már nem csak magáról a kötet csoportról, hanem a kötet csoporton kívül a logikai, illetve fizikai eszközökről is ír némi infót, mint látható leírja, hogy milyen logikai kötetek vannak rajta, ki mekkora, milyen jellemzője van, illetve hogy milyen diszkekből, milyen fizikai kötetekből áll össze. És szintén ugye mond róla pár információt. Azaz, úgy gondolom, hogy viszonylag könnyedén bemutattam, hogy mennyire volt bonyolult ezeket a szerencsétlen LVM szintű parancsokat megcsinálni. Na most, hogyha én egy éles környezetben akartam volna, akkor ez pontosan ugyanennyiben lett volna bonyolult. Particionálás, amit ott valóban meg kell csinálni, ugye nem kellett. PV-create, VG-create, LV-create. Nyilván játszhattam volna akár azzal is, hogy csak egy diszkből állítom először össze, végül is játszhatjuk. Mit akarok? Meg akarom szüntetni az egyes logikai köteteket. Tehát LV remove per def per VG1 per L0. Jézusom! Ezen abszolút semmi nincs, mert semmit nem csináltam vele, de ő ugye annyit tud, hogy van. Biztos vagy benne, hogy le akarok törölni? Nagyszerű. Töröljük ki ugyanilyen módon a másikat is. Nyilván ugyanígy. Szüntessük meg magát, a volume groupot. Nagyon jó. Szüntessük meg magát a virtuális LVM köteteket. Tehát ugye PV remove. Az adatok rajta vannak. Technikailag ezek a remove-ok csak annyit csinálnak, hogy eldobja a rendszer szintű információkat. Tehát maradjunk annyi, hogyha nagyon muszáj, vissza lehetne belőle bányászni az adatokat. Általában azt tartják, hogyha ezt a műveletsort végrehajtod, akkor ne akarjad utána. Tehát ne abból indulják ki, hogy ott van rajta. Na most, a másik fele, hogy ugye végig lehetne játszani azt is, amit mondtam, hogy relatíve könnyedén átméretezhető. Tehát ugye értelme itt persze pont nem volt a PV remove-nak. Kezdjük előről. PV create. Nagyszerű. Csináljuk meg a következőt. Jelenleg egyébként azért játszottam ezt végig, hogy későbbiek során ne nyafogjon. Tehát VG create, VG XXX. Bocs, just sem. Fordítva. Mi az eltérés az előző VG create-hez képest? Más sorrendben adtam meg a diszkeket. Nem volt róla szó, ez azt jelenti, hogy más sorrendben fogja használni. És ha kicsit több időd lesz, tehát például a saját dolgodat csinálod a házidat, akkor már nyugodtan végig lehet nézni, hogyha csak egy logikai kötetet csinálsz, kisebbet, mint a diszk, akkor bizony amilyen sorrendben hozzáadtad a diszkeket, ő abban a sorrendben kezdi el elhasználni a területet. És majd csak akkor lép a következő diszkre, hogyha az első diszk gyakorlatilag be lett telítve. Vagy esetleg külön előírtad neki, hogy a másik diszkből vegye az adatokat. Itt most, az, hogy megcseréltem, annyi változtatást csináltam összesen, hogy most a loop 1-es eszközbe kezdene eldolgozni, majd ha megcsinálom. De az egyszerűség kedvéért, ugye mivel pont nem ezt akarunk bemutatni, tehát megcsináljuk. Jelenleg ugye van egy VGXXX nevű kötetcsoport, ami áll egy szál diszkből, amely egy szál diszkbe ugye ráhúzok LV create-tel egy logikai kötetet. Méretet elfelejtettem, 3 megabájt mindegy, kerekítette ugyanúgy. Na most,
Csak hogy világos legyen. Azt se tudom, hogy fönn van-e hozzá tartozó eszköz. Azt mondja, too small. Háj, de jó. Hát akkor most nem ilyet fogok csinálni. Akkor maradunk annál, hogy nem vacakolunk. Jó lesz nekünk az az extra hang, az előbb volt. Mindegy, megcsináltam. Mint mondtam, az ilyen módon létrejött eszközt ugye minden további nélkül tudom használni. Föl van mountolva. Ott van. Most, ha kedved van, akkor indítok valahol a háttérben egy alkalmazást, ami piszkálja, nem ez a lényeg belőle, hanem az a lényeg, hogy minden további nélkül végigjátszhatom azt, hogy... És akkor beraktam a gépbe a másik diszket. Ezt a diszket pedig hozzárakom. VG-Extend. Kibővítette. Minden további nélkül. Ha lekérdezem... akkor látszik is a VG-Size-ból, hogy bizony már ott van mind a kettő diszke. Diszkje, bocsánat. Itt is látszik, hogy mind a kettő benne van. Folytathatnál is azzal, hogy LVX-ten, meg azzal, hogy átalakítom a fájrendszer. És nem kell semmit leállítani. Minden mehet tovább. Úgyhogy még egyszer, az LVM az egy rugalmas particionáló eszköz. Igazából még egy diszkes környezetben is jó használható, de valódi jó tulajdonsága tényleg ott jön elő, amikor sokkal több diszkel játszol. És sokkal kevésbé triviális, hogy úristen, mennyi helyet kell ennek, annak vagy annak a területnek fenntartani. Nem. Adsz neki valami minimálisat, amivel azért már el tud indulni, a szóval ott áll. És amikor eljutsz egy olyan pontra, hogy szükséged van rá, akkor előveheted a LVM eszközeit, és amelyik szükséges, azt kibővíted. Ha hozzá tudsz adni egy diszket, SAN-ról, külső diszk, hot swap controller, akkor ennyi. 3-4 parancs és állásidő nélkül minden működik. Nyilván ez azzal jár, hogy bonyolultabb, mint azt mondom, hogy F-disk, és már használjuk is. Mert megjelent még közé 3 plusz parancs. Jó a bővítéssel, még 3. Úgyhogy nyilván előnye van, amit persze hátrányokkal próbál meg kiegyensúlyozni. Hogy jó ez nekünk, ezt mindenki eldönti magát. No, és hát akkor hátra levő nagyságrendek 7,5 percben a másik szoftveres diszkezelő mechanizmusról, a Linux Software Readjéről ejtenék pár keresetlen szót. A linket nem ragozom, akit érdekel, olvassa el, elég jó leírás. Tehát a lényeg, hogy mik a RAID szintek, azt nem fogom elmondani, ha valaki rendszergazdaként nem tudja, akkor lassan nézzen utána, mert idő utána majd szükség lesz rá. Gyakorlatilag mirrort, stripe-ot, RAID 5-öt, RAID 6-ot, double parity-t, ezek minden létező kombinációját meg lehet csinálni ezzel a Linuxos eszközzel, amit úgy hívnak, hogy multi-device eszköz, és a hozzátartozó egyetlen szál parancsot úgy hívják, hogy NDADM. Használata ugyanúgy zajlik, mint az LVM-nél. Kézbe fogunk egy diszket, amit megparticionálunk. F-diszk per SDA. Ugyanúgy létrehozunk egy partíciót, normál körülmények között ugyanúgy a teljes diszket lefedő partíciót, amely partíció típusa, mint ott látszik, hexa FD. Szintén nem tudom fejben.
Ennek csak annyi az előnye, hogy innentől majd a NBADM boldog lesz és fölismeri, hogy ez egy olyan diszk vagy diszkpartíció, aki neki van számba. Használata. Itt most kivételesen ne kérdezzétek, hogy miért akkor éppen rám jött az agybaj, és úgy döntöttem, hogy ahol egyáltalán tudom, leírom azokat a rövid, illetve hosszú opciókat, amiről itt a legelső napon már említést tettem. Tehát minusz C, vagy minusz create formában megmondod, hogy hogy fogják hívni azt a virtuális diszkeszközt, ami majd ilyen, vagy olyan, vagy amolyan RAID szintű funkciókkal fog bírni. Ezeket végül is te döntöd el, de hagyományosan szeretik például MD valaminek hívni. A neve az a következő paraméter. Tehát megcsinálom a PDF-MD0 nevű virtuális diszket. Minusz L1 vagy minusz level egyenlő 1 azt mondja, hogy milyen típusú RAID-et csinálok. Mint mondtam, striping, mirroring, RAID 3, RAID 5, RAID 6, ezek mind meg lehet. Meg lehet csinálni, nyilván megfelelő darabszámú diszk kell ahhoz, hogy a darab működjön. Tehát jelenleg RAID 1-et. Minusz L2, vagy minusz RAID devices egyenlő 2, ez azt jelenti, hogy hány darab aktív eszközből fog állni. Jelenleg azt mondom, hogy ez egy szimpla két diszkből álló tükrözött jószág lesz, ugye RAID 1 ez tükör. Minusz X1, vagy spare devices 1, magyarul a tükrözött diszk mellé majd valamikor azért szeretnék egy tartalékdiszket bekonfigurálni. Tartalékdiszk konfigurálása, gondolom, aki RAID-et már használt, az tudja, mire jó. Ha a RAID szoftver réteg valami diszkhibát észlel, eltűnik az egyik diszk a süllyesztőben például, akkor villámgyorsan és automatikusan, ha van spare-nek konfigurált eszköz, azt beveszi, rászinkronizálja az adatokat, és a továbbiakban, hogy a szinkronizás időtartamát kivéve, újra stabil, megbízható redundáns területünk van. Azaz jelenleg ugye azt mondtam, hogy amúgyan majd három diszkből fog állni, de ebből egy két utas tükröt csinálok. Ezek után nincs más hátra, meg kell mondanom, hogy milyen diszkekből rakom össze. Na most ezt direkt írtam így, ez a forma jelzi, hogy a három diszket meg kellene adni, de jelenleg még nem áll rendelkezésre, úgyhogy a missing szócskával jelzem az eszköznév helyén, hogy tudok róla, hogy hiányzik. Ugyanis, ha nem adom meg a három eszköznevet, akkor az MD-ADM azt mondja, hogy ne haragudj, nem tudsz számolni. Azt mondtad, hogy két RAID, meg egy spare, az három, azt ideadsz nekem egy szárny maronc diszket. Hiba! És nem csinálja meg. Így viszont megcsinálja, minden elő van készítve, nyilván egy szál diszkből ő még nem tud igazán mirrorozni. Miért jó ez? Mert amikor végre már meg lesz a kezemben a diszk, a kód lehet neki. Tehát jelenleg egy látszólag mirrorozott és még ráadásul egy biztonsági tartalék diszkkel is rendelkező RAID tömböt csináltam, gyakorlatilag persze nem csináltam semmit, mert csak a tükör és csak a biztonsági tartalék hiányzik. Nyilván éles környezetben az ember megadja a megfelelő eszközfájlokat ugyanúgy, ahogy a DFRSDA1-et is megadta. Ettől a pillanattól kezdve nekem van egy per DFRMD0 nevű diszkem. Mit csinál az ember a diszkkel? A verzió, F diszk, és használjuk. B verzió, PV create, VG create, LV create, és ráhúzom a virtuális diszkezelő réteget. Azaz, tulajdonképp ketté választjuk. Azt mondjuk, hogy az MD réteggel oldjuk már meg a redundanciát, az LVM-mel meg oldjuk meg a kényelmes, rugalmas kezelhetőséget. Említettem, elvileg nem kéne pont egy mirroringhoz az MD device-t használni, ma nem tartják igazán megbízhatóan stabilnak az LVM alapú tükrözést. Tehát, ha nem feltétlenül az a célod, hogy tanuljál, hogy hogy kell helyreállítani össze a rendszer, akkor általában ezt jobb mechanizmusnak tartják. Az MD0 az egy ugyanolyan diszk, mint az SDA1 volt.
Csak ha konkrétan mind a három diszket odaadtam volna, akkor az valóban egy két utas biztonsági tartalékon ellátott RAID-ként működne. Pont ugyanúgy, mint amikor a storage adapteren keresztül a SAN hálózatból kapok egy ilyen módon bekonfigurált root. Na szóval, ha akarok információkat róla, akkor szintén ezzel az NDRM parancsal lehet megkérdezni. A detail paraméter font jó arra, hogy némi információkat kiadjon. Na most, használata hihetetlenül bonyolult, ugye jelenleg van egy RAID-nek látszó tárgy, ami inkább játék, mert ugye se nem RAID, se nem biztonságos, se semmi. Csak ő úgy képzeli magáról. Hát akkor építsük meg rendesen, szintén az NDRM parancsal, ugye bővítsük ki. Technikailag az NDRM-nek ugye volt az a paramétere, hogy create. Volt az előbb az, hogy detail. Most az a paraméter, amit mit ad Isten nem szoktak kiírni, hogy manage, amikor már egy kicsit bonyolultabb dolgokat akarok csinálni. A vicc az, hogy ha a manage-et nem adom ki, és ő mást nem észlel, akkor úgy gondolja, hogy valószínűleg te manage funkciót akarsz. Gondolom ki lehet találni, hogy a minusz A opció, vagy az alatta levő sorban levő minusz-minusz add az ugyanaz. Ehhez a meglehetősen félkész tükörhöz hozzáadok újabb diszketet. Minusz A SDB1, minusz A SDC1. Az első pillanat, ugye az első NDRM-nek mi a következménye? Immár van két diszkünk, és azt mondtam, hogy ez egy két diszkes tükör. Tehát elkezd szinkronizálni. Ezzel el van magával, azaz némi idő eltelte után természetesen ez valóban egy redundáns, valódi tükörként működő jószág lesz. És akkor, amikor azt a harmadik diszket is beraktam, ugye őt nincs mit szinkronizálni, lévén a harmadik diszk ugye eleve spernek lett betéve. Ezzel nincs dolga. Egészen addig nincs dolga, amíg valami probléma nem történik a diszkkel. Azaz, attól, hogy beraktam a SDB1-et, ugye az első manage parancsal, azzal elértem, hogy immár végre valódi tükör, és amikor befejeződött a szinkronizáció, amit egyébként például a detailben lehet látni, abban az esetben előállt a valódi adatbiztonságot nyújtó virtuális diszken. Amit aztán, ha használok, akár úgy, hogy particionáltam, akár elvérve, ő bizony az egyik diszk kiesését még át tudja élni, túl tudja élni. És onnantól kezdve, hogy a szinkronizáció befejeződött és mellékesen bekerült a harmadik diszk, onnantól ugye még egy diszk kiesését azzal fogja honorálni, és a helyére rakja a spert, és újra szinkronizál. Nyilván az egy eléggé kritikus lépés, hogy a szinkronizálás befejeződik-e addig, ameddig kiesik a diszk, és melyik diszk esik ki, mert ugye ha a nullás, vagy csak az SDA, akkor az adataimat buktam. Ha ugye a második diszk eszed ki a szinkronizás kellős közepéért, akkor nyilván nincs gond, mert abban az esetben, ugye, bocsánat, a helyére lépő diszken újra elkezdi szinkronizálni, de ugye az első diszk az aktív és jó adatokat tartja. Na most, ha leállítani akarom a használatát, jaj, de jól lehagytam egy szót, szüntessük meg a használatát, nem megszüntetem, hanem leállítom igazából, akkor az NDRM-nek a stop paraméterével tudom azt mondani, bocs, nem, ez a diszk most nem diszk. Ott van, csak ki van kapcsolva, kicsit durván fogalmazva. Na most, mi van hátra? Gyakorlatilag diszk kivétele, illetve mondjuk egy diszk hibás diszk kicserélése. Bocsánat, úgy látom, nem a megfelelő slideshow-t hoztam, mert hál' Istennek egy darab slide, úgyhogy nézzétek el nekem, úgyhogy akkor mondom anélkül, hogy ki lenne vetítve a konkrét parancs. Tehát a manage parancs minus r, mint remove, vagy minus-minus remove parancsával tudok kiszedni egy diszket. Más kérdés, hogy ezzel van egy kis gond. Ha az egy aktív használatban levő diszk, akkor ő irgalmatlan módon nyafog, hogy de hát azért nem úgy van az, hogy csak úgy kirángatod. Úgyhogy van egy paraméter, ezt a minusz F opció, arra találták ki, hogy én hibásnak jelöljek egy diszket. Akkor is, ha ő egyébként nem hibás. Azaz két lépcsőben egyébként hibátlan diszket is ki tudok venni.
Először azt mondom NDADM-el, hogy fault, az a konkrét diszk, és utána remove-val el tudom távolítani. Természetesen valós környezetben erre az F opcióra nagy eséllyel nincs szükség, mert úgyis akkor fogod eltávolítani, amikor ő ténylegesen meghívásodik, tehát tényleg fault állapotba kerül. Ez egyébként a detail listából gyönyörűen látszik, hogy aktív, aktív, spare, hát az az eszköz ott nem jó. Azaz, éles környezetben neked körülbelül annyi a dolgot, hogy remove, és a helyére bele bekonfigurálod az új diszket, ugye az itt látható addal. Hát ilyen, amikor játszik az ember ezekkel a loopback device-okkal, hát akkor elég nehéz azt a virtuális diszket elhasaltatni, ott kénytelen kelletlen neked be kell állítani valamelyik diszkre, hogy volt, és hogyha tényleg mirrort konfiguráltál, akkor gyönyörűen látni fogod, hogy hopp, ha volt spare, akkor azonnal bekonfigurálja, és már is elindul a szinkronizáció, és ugye ha fault állapotú diszk, akkor utána már ki tudod szedni. Azaz, az LVM-mel ellentétben egyetlen szál parancsot kell megjegyezni, úgy hívják, hogy MDADM, és ezzel az egy szál parancsal elég jól meg lehet csinálni a legalapvetőbb parancsot. És hogy mennyire jó vagy nem jó, ugye van az, hogy a hardveres RAID kontrollerek azok szerettek inkompatibilisek lenni, hát ugye egy másik gyártó RAID kontrollerével mindenképp, de időnként ugye saját újabb firmware-ével, vagy adott gyártó másik típusú RAID kontrollerével. Tehát van ember, aki azt mondja, hogy ő azért nem szereti a hardveres RAID vezérlőket, mert olyan nehézkes lesz utána a hibajavítás. Egyébként nem nehézkes az, csak nem sokan szeretik azt, hogy akkor most vettünk egy RAID vezérlőt megfelelő számú diszkkel, akkor ugyanennyi diszket a polcra, ugye, hogy legyen spare. A másik, aki azt mondja, hogy viszont a szoftveres RAID, be az a baromi jó, hogy hát ezt bármikor, bármilyen Linuxon megcsinálod, bedugod egy másikba, gyönyörűen föl lehet térképezni, be lehet konfigurálni, teljesen mindegy, hogy milyen diszkontroller, milyen vezérlő, hogy érjük el. Ha ő diszkeszközként megjelenik, akkor már is fogja tudni használni. Úgyhogy hát a két itt levő kollégámmal az első nap az egyik az esküszik arra, hogy hardveres RAID vezérlő, a másik esküszik arra. Ez a szoftveres vezérlő, nyilván ez olcsóbb. És a mai processzor teljesítmények mellett az esetek egy jó részében bőven bele is fér, hogy az összes RAID funkciót ugye a központi processzor számolja, még ugye rendes, tisztességes RAID vezérlőnél ezt ugye elintézi a háttérben a kontroller, levéve ezzel a paritás számolgatás, még egyedek problematikáját a központi processzor válláról. Mindegy. Akár azt is lehet, hogy hardveres részvezérlőből többet, és az így látható diszkekből szoftveresen is RAID-et konfigurálsz. Nyilván ezt lehet eléggé fokozni, a tetejére még rakhatsz LVM mirrort is, ha úgy gondolod, tehát ezt lehet elég sokáig játszani, nem jellemző általában. A büdzsé dönti el, hogy most szoftveresen vagy hardveresen indulnak neki, és mit használnak. De úgy gondolom, ez a meglehetősen rövid négy slide elég egyértelműen mutatja, azért nem túl bonyolult igazán. Úgyhogy, mára ennyi.